¿Cuántas opciones de gol ha tenido el Diosgüen? Dos. Y lo ha marcado. Nosotros cuánto tuvimos y no marcamos. Esto, la diferencia en el fútbol es esta. Estoy nervioso por esto. Természetesen mérges, ideges. A futballban igazából ez a különbség. A Diósgyőrnek volt kettő darab lehetősége, ezeket kihasználta, nekünk számolatlanul jöttek a lehetőségeink, nem rúgtuk be őket. Ez a különbség a futballban. Ugye sok olasz szót én azért nem ismerek, viszont egy-kettőt ismerek, és ezeket a közönségnek intézte például a mérkőzés közben. A pályán látottakkal is elégedetlen volt, és a nézőtéren tapasztaltakkal is? También estabas descontento con la gente de la tribuna. Él no entendía mucho en italiano, pero tú hablabas en italiano con la tribuna también. No, yo me molesté porque no es posible que algunos idiotas, por favor, trata de traducir lo correcto, algunos idiotas no entienden que el hombre es esto. No tenemos los recursos de los demás. Hoy hemos dominado el partido en la segunda parte contra Diósgyőr y se molestan porque el equipo jugó muy bien, tuvo muchas opciones de goles y no lo marcamos. ¿Cuál es el problema? Si el problema es el entrenador, que no se den, no es que tienen que pensarlo mucho. No, yo, faltan 7 partidos y me voy, no es un problema. Tehát azt mondja, hogy az edző nem egy probléma, tehát ha az edző a probléma, akkor ez könnyen megoldható egy csapatnál, tehát őt a legegyszerűbb mozdítani. Igazából azt nem érti, hogy van egy-két idióta a lelátón, aki nem érti, hogy a honvéd az ez. Tehát a lehetőségnek megfelelően kell mindig értékelni az embernek azt, amilyen van. A többi csapatnak nagyobb lehetőségei vannak, a honvédban ez rejlik, ez a hullámzás rejlik benne. Mi abból, ami van, mindent kihozunk, de igazából ez csak egy-két embernek szólt. A többit azt lehetett látni, hogy a közönség nagy része támogatja továbbra is a csapatot. Két vereség most becsúszott a honvédnak, viszont a hullámzást említette. A hullám egy akár a haladás ellen a következő idegenbeli meccsen összejöhet, és ehhez mi kell, hogy összejöjjön? Honvéd está ganando partidos, después pierde algunos partidos. Entonces, ¿esto puede significar que contra Haladas ya otra vez ganamos? No, puede significar que Honvéd no tiene calidad para marcar goles. El problema del Honvéd es que no marcamos goles. Todo aquí, es aquí. Ugye nem tudtam megmondani, hogy mi lesz a következő mérkőzésnek az eredménye, de a honvéd problémája láthatóan az, hogy nem tud gólt lőni. A helyzetek megvannak, de nem értékesítjük őket. Uraim, sikeres a folytatást kívánok, köszönöm szépen. Kedves nézőnk, a győztes csapat, a Diósgyőr mestere itt mellettem, Tomislav Szivics, akinek gratulálok egyfelől a győzelemhez, másfelől meg a csodacseréhez, mert hát első labdaérintésre Kostić gólt szerzett, igaz, mellel. Gondolom a vezetőedző sem így tervezte. De hogy is nem, azért van ilyen óra, ráéreztem ezt. Viccelek egy kicsit, azért, mert rám fér egy picit ez is. Hát terveztünk egy türelmes játékat, taktikába adtunk neki a választ, azért, mert tudtunk, hogy ők is azt jól csinálnak, és kivártunk a saját pillanatok. Egy olyan szériában vagyunk, hogy nagyon sok meccs volt hátra ebben a hónapban, és ez is benne volt, mikor kalkuláltunk, hogy játszunk. Nem haltunk be a szépségbe, de nagyon hasznosan játszottunk, és azt gondolom, hogy megérdemeltünk a győzelmet. Lekákostól is megkérdeztem, hogy megkérdezem öntől is, hogy az, hogy a Diósgyőr tavasztal nem játszik annyira látványosan, mint ősszel, annak mi a fő oka? A három sorozat, a megterhelés? Hát kell mondani, hogy mink az egész három versenyben foglalkozunk 15-16 játékossal. Az nagyon kevés erre a három frontra, és a diósgyőri és miskolci közönség olyan, hogy ők mindig várnak a szép játék és a győzelem. Mink is azt szeretünk, de 15 játékos az nem létezik. Az nem létezik, ha bárki erre akar foglalkozni, akkor nagyon egyszerű a választ. Az az egyik. Másik, ez a csapat soha nem szerepelt végig három versenybe, és nem szokott rá minden három nap tétmérkőzés játszani. Szóval itt is van egy kis terület, amiből lehet beszélni. Örülünk a következő héten azért, mert régióta után egy olyan hét lesz, hogy nem lesz mérkőzés hétközben, és tudunk egy picit frissíteni a csapatot, amire nagyon-nagyon szükség volt. Máma a legfontosabb volt a három pont, és 6 pont egy honvéd ellen egy bajnokságban nem annyira rossz. Igen, mert hogy azt ne feledjük, hogy ősszel is a Diósgyőr megverte a honvédot, és 2008 után nyert ismét itt a Bozsik stadionban. Ez jó bajnoki formát mutat, de mi jöhet ezután? Mi a cél? A dobogó elérhető?
Én soha sehol senkinek nem nyilatkoztam, hogy mink dobogon leszünk. Az, hogy mit szerettünk volna, az egy dolog. Mi a realitás, az másik. Mink most rácélezünk a kupába, hogy tudunk nemzetközi poront kiharcolni, ami nagyon nagy dolog lenne. Én szeretném említeni az embereket, hogy ez a csapat ebben az évben, mindig mikor legnehezebb volt, mindig adtunk a választ, hogy ebben a csapatban van karakter. Mondom példát, a Mezőkövesden kikaptunk 3-1 Liga kupára, behúztunk 2-0. Betlisztunk a Szigetszel Miklós 2-2 otthon, behúztunk 1-0. Szóval itt is legjobb négyben vagyunk, kupában is legjobb négyben vagyunk. Szóval szeretném csak azt említeni, hogy mikor indultunk ebbe a szezonba, mikor lenyilatkoztam, hogy ez káosz, mikor 10 játékos volt az alapozáson, azt nem szabad felejteni. És akkor rövid idő alatt kellett megcsinálni valami csapat. Akkor igazoltunk úgy, hogy hibáztunk is, az is tényes való, de most is reálisan kell megnézni az egészet, és előre. Nem láttam, hogy sírni kell, azért, mert nem tudom, 5.-6. vagyunk a bajnokságban, ami még mindig a mi kezünkben vannak a kulcsok itt is, a bajnokságban. A kupában legjobb négyben vagyunk, és Liga kupában legjobb négyben vagyunk. Szóval azt gondolom, hogy egy kis türelem, lesz szép játék is.